Szent József teremben vagyunk most. Ez a terem nem régen alakult, múlt héten a püspök atya megáldotta. Nagyon örülök én is, meg a hívek is, hogy meglett ez a terem. Majdnem egy éve készítettünk, ugye egyszer csak maga az ötlet megvolt, gondoltunk, hogy jó lenne, hiszen kevés a termünk. Most már készen is van. Ez a terem a helyi hívek adományaiból és püspök atya segítségével jött létre, saját erőből elkészítettük. Gondolom, hogy sok érdekes előadás lesz itt. Nem volt olyan termünk, ahol kicsit többen tudunk összejönni, ilyen családias hangulatban. Arra gondoltam, hogy sok jó előadót lehetne meghívni, akik aktuális témákról tudnának előadást tartani. Meg is van már, hogy ki lesz az első előadó. Popovics Bélával beszélgettünk, és Kárpátalja történetéről fog beszélni nekünk. Még nem tudjuk, hogy mikor lesz ez, de remélem, hogy közeljövőben. Szent József terem, ez lett a neve. Szent József szobor ott volt a hittan teremben több éven át, és most ide került ebbe a terembe. Ő lesz a védőszent, közben járó. A templom elég nagy, és nem lehet ott ilyen családias hangulatot teremteni, és nem minden témáról valahogy lehet beszélgetni. Sokkal másabb, amikor egy kisebb terembe vagyunk, lehet kérdéseket feladni. Másképpen más a hangulata egy kis családias teremnek. És ez a terem nem csak előadásokra lesz, nem csak előadásokra fogunk konferenciákra használni, hanem nagyon reménykedem, hogy a gyerekeknek is lesz, tehát a székeket ki tudjunk vinni, és szombatonként nagyon sokszor kézműves foglalkozás lesz, szokott lenni, és nem férünk a hittanterembe, és itt azért bőven van hely, gyerekek számára is használható lesz.